Szerintem, hogyha ti magatok nem tudtok semmilyen nyelven tényleg, akkor érdemes, hogy legalább egy ember legyen valamilyen úton, módon, aki segít nektek. Mondom, és nem kell feltétlenül olyan ember, aki veletek van, hanem hogy legalább a környezetben, vagy akár az országban legyen olyan, aki tényleg ott van tényleg, hogyha bármiben segíteni kell, mert bármi megeshet, és tényleg bármi történhet. Én amúgy javaslom, hogy ilyen csapatban, aki csapatban gondolkozik, mondjuk emberfüggő is, de egy olyan 3-4 fő szerintem, ami úgy így maximum lehetséges, vagy ajánlott, inkább úgy mondom, mert azért nyilván egy bizonyos főnél kell arra is gondolni, hogy ki mit szeretne megnézni, ki hova szeretne menni, kinek mi az érdeklődése. Az elsőnél mi is belefutottunk egy olyan emberkébe, aki ilyen nagyon gasztrós volt, végül ő nem jött velünk, de őt például nagyon érdekelte a gasztronómiája Japánnak, minket meg annyira nem. Szóval így érdemes olyan emberrel kimenni, akinek hasonlók az igényei, a programok, a helyek terén, aki nem fogja halára unni magát, hogyha bementek egy ilyen animés shopba, vagy valami. Szóval érdemes erre nagyon figyelni, hogy olyan emberrel menjetek tényleg, aki vagy kompromisszumképes, vagy hasonló érdeklődésű. Azért is jobb egyébként, hogyha többen mentek, mert a költségek megoszlanak, igen, bocs. Szóval, hogy megoszlanak ám a költségek, mert ugye egyrészt a szállás terén is, illetve akár mondjuk, hogyha wifi-t rendeltek, azt is szét tudjátok dobni, és a többi. Szóval sok mindent nem tudtok spórolni úgy, hogy így szétdobjátok a költségeket. Ez miatt is érdemes lehet akár többen menni, de persze mondom, hallottam olyanról is, hogy egyedül mentek, tehát hogy nincs ezzel semmi gond. De érdemes szerintem kisebb társasággal menni, és olyanokkal, akik hasonlóak hozzánk. Mennyi időre és mikor menjek? Igen, egy fontos kérdés, amit még szintén el kell döntenünk itt a legelején. Ugye ez ugye nagyban függ attól, hogy mennyire nagy a pénztárcánk. Ugye fontos nyilván a költség. Érdemes amúgy szerintem mindenféleképpen, főleg, hogyha először mentek, több napra menni, de amúgy egyébként is érdemes több napra, mert nem olyan rövid az utazási idő, tehát ilyen távolabbi helyszíneknél mindenképpen ajánlják, szóval egy hétre minimum érdemes kalkulálni én szerintem. Bár mondjuk az első utamnál volt egy anyuka és a fia, akik ugye utazáson kívül voltak 5 napot, tehát 5 napra ugortak ki Tokióba, szóval ezt is be lehet nyilván játszani, hogyha a költségek úgy adódják, és mégiscsak mindig menni akarnám. Az időt amúgy, hogy mikor menjetek, az például nagyon befolyásolhatja mondjuk a repülőjáratok. Mi is belefutottunk abba, hogy például nem úgy ment a járat oda vagy vissza, ahogy mi szerettük volna, tehát hogy péntektől vasárnapig, ugye a költségek miatt is változhat ez, tehát hogy ez is nagyban befolyásolja. Meg arra is kell figyelni amúgy, hogy milyen időszakban megyünk, mert ugye ahogy itt láthatjátok is, tehát szakura idejében iszonyatosan drága, tehát oda legalább egy másfélszeres szorzót rászámolhattok. Szóval érdemes elgondolkodni rajta, hogy tényleg szeretnénk-e megnézni a szakurát, mert ott a szállások is, a repülőjegy minden sokkal drágább, illetve én mondjuk ajánlom, hogy tavasz és ősz környékére előjétek be az időjárás szempontjából is, mert ugye június-júliuskor ott van a jó esős időszak, a monszun, augusztusban meg iszonyatosan meleg van, de tényleg ilyen kánikula-szerű, tehát ami tényleg ilyen nagyon kibírhatatlan és nem éppen turistabarát időjárás. Tehát azt nem igazán ajánlanám, pedig amúgy szerveznek ilyen időszakokra is utazási irodák, de mondom, én azt annyira nem ajánlanám. Pedig amúgy például animés ilyen rendezvények tök sok van ebben az időszakban, szóval így érdemes elgondolkodni rajta, hogy kibírjuk, nem bírjuk ki, bár szeretik odakint a légkondicionálást a japánok, úgyhogy végül is csak utazáskor lehet jobban gond ez, de amúgy időjárás meg éghajlat tekintetében nagyon hasonlóak hozzánk, körülbelül majdnem ugyanaz van náluk, mint itt ezt a néhány példát leszámítva. Szóval, hogy érdemes legalább egy hétre menni, és mondom, ajánlom, hogy inkább tavasz-ősz környékére lőjétek ezt be, mert akkor a legpraktikusabb én szerintem így turistáskodni. Hova menjek? Igen, általában a japán vlogaimnál ez az egyik leggyakoribb kérdés, hogy hova menjek, mit nézzek meg, mi a legfontosabb, és ilyenkor mindig elmondom, hogy hát igen, ez nagyban függ attól, hogy te mit szeretnél, tehát hogy mi érdekel téged.
vagyis hogy inkább az animés dolgokat néznéd, meg inkább a kultúrát, vagy konkrétan valami, ami úgy nagyon érdekel, mondjuk a szamurájok, vagy az origami művészet, tehát hogy mindenféleképpen arra kell összpontosítanod, hogy te mi az a téma, ami iránt jobban érdeklősz. Nekem például a második utamnál pont ez volt, hogy én kifejezetten szerettem volna animés helyeket, animés programokat, és akkor csak e köré szerveztem az egészet. Igen, és hát ugye magát a utazást is nagyban befolyásolja az, hogy milyen programokat találsz ki, amihez én egyébként nagyon javaslom azt, hogy a Google térképében van egy ilyen mentési lehetőség, a saját helyek mentése, és akkor ott be tudod csillagozni. És akkor én például a tervezési szakaszban nagyon jól tudtam ezt alkalmazni, hogy becsillagoztam, mondjuk én Tokióba mentem csak a második utamnál, és nagyon jól tudtam azt alkalmazni, hogy becsillagoztam a városba azokat a helyeket, amiket kinéztem a neten, és akkor úgy már könnyebben tudtam a napokra lebontani, aha, itt van egy kupac, akkor itt ez lesz egy nap, akkor itt van még egy kupac, akkor ott lesz még egy nap. Szóval ez nagyon-nagyon tud szerintem segíteni abba, de amúgy a Google alapból nagyon sokat tud segíteni, ugyanis tényleg beírod, hogyha már megvan az, hogy melyik városba mész, akkor beírod, hogy ott mik a fő látnivalók, fő nevezetességek. Például, hogyha valaki először megy Japánba, én mindenképpen ajánlom, hogy ezeket a top 10-es látnivalókat mindenképpen pipálja ki. Tehát be tudjátok írni a Google keresőjébe, hogy top 10 látnivaló Japánba, vagy bármilyen fajta kult szót, angolul, ja, magyarul, bárhogy. És nagyon jó kis oldalakat ad ki, ahol amúgy nagyjából fedik egymást így a pontok, de hogy azokat mindenféleképpen én javaslom első megnézésre. Ugye például Asakusában is, vagy a Tokyo Skytree, Tokyo Tower, tehát hogy én szerintem ezeket mindenképpen jó így kipipálni elsőre, tényleg, hogy ezek megvoltak. És mondjuk, hogyha meg olyannal mész, aki már volt Japánban, ugye ez nálunk is előfordult itt a másik útnál, hogy én már voltam, de a másik két utitársam még nem volt, és akkor ugye felmerült az, hogy én nem szeretnék még egyszer ugyanazokra a helyekre elmenni, mondjuk a Tokyo Skytree meg alapból is iszonyat drága, tehát hogy oda meg pláne nem, és akkor ilyenkor is meg lehet azt oldani, hogy külön váltok, szétmentek, egyik ide, másik oda, megbeszéltek egy találkozási pontot, szóval nagyon egyszerűen le lehet ezt szerintem kommunikálni. És amúgy mondom, ezért is fontos az, hogy kompromisszunk képesek legyenek, hogy ezekkel ne legyen így gond, de a biztonság is nagyban hozzájárul ehhez a rugalmassághoz én szerintem. Hát igen, amiket elmondtam, hogy nagyban függ attól, hogy ugye mi a te személyes prioritásod abban, amit meg szeretnél nézni. Inkább a múzeumok érdekelnek, vagy a templomok, vagy a animés dolgok, kultúra, gasztró, stb. És akkor ez szerint egyébként nagyon jól lehet keresni a keresőbe, hogy ezeknek a kulcsszavaknak segítségével beírva így nagyon jól tudtok utána nézni a dolgoknak. Nagyon-nagyon sok információ van az interneten, én is minden utamnál folyton ezeken lógtam, és ezeket kerestem, ezeknek néztem utána. Van egy csomó oldal is, ami amúgy segít abba, hogy egyes programok milyenek. Mi például ugye ez a japanguide.com, mi is innen nagyon sokat inspirálódtunk. Egyrészt ugye kerületekre is le van bontva a látnivalók, vagy városokra, és akkor nagyon jól lehet utána olvasni azoknak, hogy hol mit lehet megnézni azoknak, hogy van a nyitvatartása, hol találjátok meg. Tehát, hogy nagyon sok ugye ilyen oldal van, mint ugye a TripAdvisor, a GoTokyo, de amúgy én speciál mondjuk utazási irodák programjaiból is inspirálódtam. Tehát érdemes lehet akár megnézni, hogy például a japán specialista és társai, hogy milyen programokat szerveznek, mert ők is általában azokat a programokat rakják be ezekbe a túrákba, amiket ugye mindenképp érdemes mondjuk megnézni, vagy vannak ilyen tematikus programjaik, és akkor érdemes lehet megtekinteni azt, hogy ők így mit ajánlanak így megnézésre, és akkor lehet ebből is ilyen ötleteket gyűjteni arra vonatkozóan, hogy ugye mit nézzünk meg, de elsőként mindenképpen ajánlom, hogy lőjük ki, pipáljuk ki a legfőbb látnivalókat. És akkor ugye, ha már tudjuk, hogy mikor megyünk, és mondjuk melyik városba, még ilyenkor nem is feltétlenül kell tudnunk azt, hogy milyen programokat fogunk megnézni, de azt már mindenképpen érdemes eldönteni, hogy mi melyik időszakba szeretnénk menni, nagyjából már egy időpontot is belőni rá,
illetve hogy hova, melyik városba, ami azért is fontos, mert több reptere is van ugye Japánnak, és több reptérre is mennek innen repülőjáratok, ezeknek különböző árfekvései vannak, meg hát mondjuk, ha csak Oszakába akartok menni, akkor érdemesebb az oszakai reptérre egyből oda menni, még úgy is amúgy, hogyha drágább, mert én úgy vettem észre, hogy általában drágább oda repülni, viszont ha meg azt veszitek alapul, hogyha Oszakába mennétek, és Tokióba szálltok le, a Tokióból Oszakába levő utazás elég költséges. Tehát, hogy a távolsági utak, hát, hogy is mondjam, az az egyik legdrágább költség. Tehát érdemesebb lenne, akkor szerintem még úgy is jobban jön ki árral az ember, hogyha egyből Oszakába megy drágább repjeggyel, mint hogy utazgat városon vagy országon belül. Persze ugye ez is egyéni lehet, tehát ugye te szeretnéd nézni, bár egyébként nem nagyon sok mindent lehet látni így a távolsági vonatokból, vagy a Shinkansenből ki környezetbe, hogy most mi van ott, szóval az így nem éri meg szerintem. Nagyon sok légitársaság megy amúgy Japánba, tehát hogy körülbelül az összes nagy szerintem, tehát a KLM-től kezdve az Air China-n át az Emirates-ig minden. Egy átszállás minimum van. Tehát, hogy én szerintem az kikerülhetetlen, sőt, tehát innen Magyarországra közvetlenül nem megy járat Japánba. De ez még szerintem kibírható, csak figyelni kell arra, hogy az átszállási idő ne legyen hihetetlenül nagy, például ilyen 5-6-7-8 óra, hogy átlagban azért simán lehet egy ilyen másfél órás átszállással menni. Én amúgy mind a két alkalommal az Air China-val mentem, és nem volt rá nagyon panaszom. Árérték arányban amúgy jók, és ez, ha jól tudom, ez a legolcsóbb repülőjárat is. Meg ugye itt lehet a legolcsóbb repjegyeket venni, amikor általában olyan 150-200 ezer forint körül mozognak, ez persze attól is függ, hogy mikor veszed meg, melyik időszakba mész, és a többi, és a többi. Általában, amiket én hallok, meg én is tapasztaltam, az olyan 150 ezer forint körül már lehet kapni, sőt egyébként ugye az első utamnál annyira jók voltunk, hogy egy 130 ezer forintos oda-vissza repjegyet sikerült fejenként találni, és venni és lefoglalni, úgyhogy az még jobb, úgyhogy érdemes amúgy figyelgetni, és minél előbb megvenni. Tehát minél közelebb vagy, itt nagyon igaz az, hogy minél később veszed meg, annál drágább. Tehát érdemes előre gondolkozni, és akár már egy fél évre előre is megvenni a repjegyet, főleg azért is, mert onnantól kezdve tudsz el majd jobban programokat is szervezni, hogyha már meg szállást foglalni, hogyha már tényleg tudod azt, hogy pontosan mikor mész, mikor érkezel, hogy jössz, és a többi. Igen, és amúgy az Air China-nak a másik nagy előnye, azon felül, hogy az egyik legolcsóbb, jó nyilván, tehát fapadosról beszélünk, még így is, hogy távolság, tehát én szerintem ekkora útnál egyik repülőjárat sem kényelmes, tehát azért, de viszont a nagy előnye az, hogy két feladós podgyász lehet náluk ingyen és bérmentve kapni, tehát én szerintem ez visszafele nagyon nagy előny, mikor az ember bevásárol mindent. Én mind a két alkalommal két megtömött bőröndel jöttem vissza, úgyhogy nagyon tudom ezért ajánlani őket, megmondom, nem olyan drága, de arra számolni kell, hogy akármivel mész, legalább egy 13-14 órás repülőútról beszélgetünk, szóval el kell magunkat foglalni valahogy, érdemes, megmondom azt is, hogy arra is kell figyelni, hogy hova megyünk. Ugye Japánon belül is mondtam, több reptér található, és időszakonként is, meg repülőtársaságonként is eltérhet nagyban az áruk amúgy. Tehát, hogy mondjuk az Emirates-nél általában ilyen 200 ezer forint körül mozognak a japán utak. Meg érdemes amúgy, hogyha valakinek van kint Japánban ismerőse, ott lakik valaki, vagy stb., és hozzá mennek ki. Érdemes mindenféleképpen itt Magyarországon megvenni a repjegyet, mert itt olcsóbban megkapod, mint hogyha ő kint venné meg neked. Ez egy ilyen érdekes, de amúgy minden országgal kapcsolatban megfigyelhető, hogy érdemes mindig itt megvenni, mert Magyarország még ilyen szempontból viszonylag egy olcsóbb országnak, kategóriának számít. És akkor ugye, ha már megvan, hogy mikor megyünk, tudunk foglalni szállást is. Itt is a saját preferenciák, amik ugye mérvadóak, hogy hova szeretnénk menni, ugye hotelbe, apartmanba, Airbnb-be, ki mit szeret, hogy mit szeret. Mi minden alkalommal hotelben szálltunk meg,
a booking.com segítségével. Én szerintem egy nagyon jó utazási oldal, nagyon jó lehet szállást lefoglalni, úgyhogy ugye ingyenes lemondással, ami ugye egy nagy segítség, hogyha bármi ugye közbe jön, hogy ne kelljen ezzel foglalkozni, hogy mi lesz, hogyha le kell mondani. Illetve itt általában a szállodák esetében, hoteleknél a recepción nincs gond egyáltalán az angollal, meg úgy unblock is azért érdemes, mondom, minimálisan tudnod valamennyire, mert mindig kitöltetnek valami bejelentkezési papírt, úgyhogy a minimális angol az mindenképp kell, de ők is elég jól beszélnek, szépen beszélnek, egy nagyon hangyányi japán akcentussal, de amúgy itt tényleg nagyon jól beszélnek, sőt amúgy több szállodának is, hotelnek is vannak láncai, tehát hogy különböző városokban is volt, hogy megszálltunk ugyanannak a hotelláncnak a hoteljében, mert hogy tudtuk már, hogy itt jó volt, akkor itt is jó lesz, és ez be is igazolódott. Meg plusz szolgáltatásaik is vannak, mint például ugye a reptéri transfer, amit szintén nekünk is volt ilyen lehetőségünk, tehát hogy ilyen plusz dolgokat is tudnak adni, meg ugye egyéb dolgokat, de ugye árérték arányban szerintem elég jók odakint a szállások és a hotelek, és ugye a booking.com-on le lehet elég jól követni, hogy hol van, mi van, mennyiért van, tehát hogy elég jó ilyen dolgokat lehet kifogni. Van ugye még ugye az Airbnb lehetőség, amit ugye sokan szoktak választani. Mi is néztük egyszer még az első utamnál, de hát olyan nagyon olcsóbbnak nem mondanám. Biztos ki lehet fogni amúgy olcsóbbat is, mi azért választottuk végül a hotelt, mert az nekünk jobb volt árértékarányban. Airbnb is szerintem nagyjából hasonló árfekvésben van, viszont abban ugye a pozitívum az, hogy általában japánok adják ki, akik úgy, ahogy beszélnek, közepesen legalább angolul, tehát hogy jó ilyen kapcsolatot lehet kiépíteni velük, vagy konkrétan vele beszélni, főleg, hogyha olyan Airbnb-be mentek, ahol maga a tula is ott lakik, és akkor így jókat lehet vele így beszélgetni, vagy kérdezni őt, tehát hogy ilyen szempontból jó dolog lehet az Airbnb. Mondjuk tény és valahogy sokkal magasabb szintű nyelvtudás kell hozzá, de ismerkedés, illetve hogy kicsit otthonosabbak is ugye az Airbnb-k, mert ezek ugye általában lakásokban vannak, tehát hogyha valaki igényli azt, hogy valamilyen ételintoleranciája van, vagy stb., azt ugye nyilván itt főzéssel stb. Meg tudja oldani. Érdemes amúgy ezeket a helyeket, mikor választotok, úgy kinézni, hogy nem csak az alapján, hogy ú, de szép, meg ú, de jó, hanem tényleg egy kicsit úgy nézni, már amikor úgy kicsit belőttétek úgy a programokat, hogy akkor most nem tudom, Tokióba megyünk, és akkor ez meg az, meg az, és a köré valahova, tehát hogy mindenféleképpen olyan helyen foglaljatok szállást, ami közel van a tömegközlekedésekhez, az nagyon fontos, mert ugye sok időt elvesz az, hogyha ide-oda kell sétálgatni, illetve hogy a programokhoz is viszonylag közel legyen, vagy ha a programokhoz nem is, de tényleg a tömegközlekedéshez, ahova bárhova el lehet jutni, az nagy segítség tud amúgy lenni, és nem veszel felesleges időt az, hogy most haza kell kosladni este a, nem tudom, 20 km séta után a szállásra. Nagy-nagy könnyebbség, meg amúgy érdemes elolvasni a különböző oldalakon, ahol nézitek a szállásokat, hogy egyéb más emberek mit mondanak róla, mert nagyon sokat elárul az adott helyről az, hogy mások hogyan véleményezték azt. És akkor a nagy kérdés, hogy mennyibe fog ez nekünk fájni, ugye nyilván kell hozzá egy nagyobb tőke. Én amúgy amondó vagyok, hogy nagyon drágának gondolják általában az emberek Japánt. Én szerintem annyira nem drága, mint úgy képzelik az emberek. Amúgy 2,5-ös, 2,6-os körülbelül jennek a szorzója, amilyenhez képest. Valamennyivel drágább nyilván, egyértelműen azért drágább, mint Magyarország, de nem mondanám egy drága országnak. Vannak drága részei amúgy, tehát például, ugye, mint említettem, a távolsági utazás az eléggé horribilis, de tényleg az több ezer ilyen, akár milyen messzire mész, tehát hogy ott esetleg azzal lehet amúgy nyerni, hogy vannak ezek a távolsági buszbérletek, ott láthatjátok ott lent, van az a japanrailpass.com, érdemes megnézni, mert ott több mindent lehet foglalni, és például ilyen távolsági buszbérleteket is lehet venni, és először mi is alkalmaztuk, mert akkor nagyon sok helyre mentünk, több várost is meglátogattunk, és hát elég távos, nagy távolságok is voltak, és hát elég horribilis. Tehát ugye a Shinkansen is elég horribilis árú, tehát hogy
mentünk vele egy 20 percet, körülbelül 6000 jenér. Igen, mert ugye van egy alapdíja magának az utazásnak, illetve egy pótjegyet is kell általában venni ezekre a távolsági utakra. Szóval ezt a távolsági buszbéletet mindenképp érdemes megfontolni, hogyha tudod, hogy nem egy helyen akarsz kikötni, hanem több városba akarsz ellátogatni, mert lehet ilyen 5 alkalmasat, meg azt hiszem 10, tehát hogy ilyen több alkalomra is, akkor mi vettünk egy ilyen 5 alkalmasat, azt hiszem 5000 jenér darabja, vagy 15 volt. Szóval a lényeg az, hogy árjáték arányban sokkal jobban kijöttünk, és sokkal, de sokkal olcsóbb volt, mint hogyha mi felültünk volna bármilyen vonatra, vagy buszra, vagy bárhogy. Tehát érdemes ezt megnézni, ezt az oldalt. Mondom, több mindent is lehet rajta így online vásárolni. Azt hiszem wifi-t is lehet, amit szintén egyébként ajánlok nektek, hogy beszerezni egy hordozható wifi-t, mert nagyon jól jön az internet, főleg, hogyha valahova mentek, könnyebben megnézhetitek, bár egyébként tényleg rettentően jól ki van írva minden Japánban, tehát hogy nem is gondolná az ember, de ugye normál betűkkel, angolul, és nagyon kedvesek amúgy mindenhol ezek a állomásokon levő emberkék, szóval, de ettől függetlenül is érdemes amúgy mindenképpen szerintem egy wifi-t, a tájékozódás miatt is, vagy utána nézni dolgoknak, vagy hogyha bármi van, akkor ott legyen kéznél állatok egy mobil internet, és, de amúgy szimkártyát is lehet venni. Amúgy ezek nem olyan drágák, körülbelül 1-2000 forint lehet napi díja ezeknek, de mondom, hogyha többen mentek például, akkor az is megoszlik, és már is kicsit kedvezőbb az ára. De ugye az, hogy az egész mennyibe fog kerülni, az ugye hozzátok is igazodik, hogy ti nektek mekkora büdzsétek van erre, mennyi időre akartok menni, hogyan akartok menni, hol szeretnétek megszállni. Tehát, hogy én mondom, rendszeresen megkapom ezt a kérdést, hogy amúgy mennyibe kerül kimenni Japánba, és így tartom a kezem, hogy hát pont annyiba, mert tényleg ez annyi mindentől függ, hogy mennyibe fog kerülni, hogy ezt így nem lehet előre behatárolni, mármint nekem, hogy ő hova szeretne menni, és az ő útja mennyibe fog kerülni, mert ti magatoknak egyébként nagyon jól le tudjátok tervezni, ugyanis mindennek utána tudtok nézni az interneten, tehát hogy meg tudjátok nézni, hogy mennyibe kerül majd a repülőjegy, nagyjából a szállás, napi kosztra körülbelül én egy 5-10 forintot, 5-10 jent, igen, az ilyen akart lenni. Szóval én általában olyan napi 5-10 jent raktam így napi kosztra, meg ami így vettem ezt-azt itt-ott. Tehát, hogy ezt is így nagyjából ki tudjátok kalkulálni, hogy ti sokat esztek, nem esztek sokat, be akartok-e ülni mondjuk ilyen izakajákba, amik ugye ilyen éttermeknek felelnek meg, amik viszont iszonyat drágák, szóval érdemes arra azért figyelni. De sok amúgy az ilyen utcai, street foodos is, azok végül is nem olyan drágák, szóval ezt így nagyjából be tudjátok lőni, hogy mennyi lesz így a napi fogyasztásotok. A helyi utazást is például, az is nagyon praktikus például, hogy a Google térképben, hogyha megnézitek, Japánba letervezitek, hogy mondjuk A pontból B pontba elmentek, akkor nem csak azt fogja nektek letervezni, hogy ez mennyi időt vesz igénybe és mivel mennyi, hanem konkrétan az árat is ki fogja nektek írni. Nagyon-nagyon praktikus, főleg költségtervezés szempontjából, bár azért egy plusz-minusz összeget, százalékot azért nem olyan 100%-ig pontos ez az ár, amit kiír, de elég közel van a valósághoz, úgyhogy érdemes ott leterveztetni az úti költséget, és akkor azon belül mondjuk még a szállások költségeit is tudjátok nézni, és vannak még például ilyenek, mint a Suica, ugye az IC kártya Japánban, ami főleg a nagyvárosokban van, utazásra ilyen. Tehát van egy kártyátok lényegében, nem jegyetek, nem bérletetek, egy kártya, azt lecsipogjátok és már mehettek, arra tölthettek egy bizonyos összeget, alapból 500 jenbe kerül ez a kártya, de ha jól tudom, valahol vissza is váltják, de hát ki akarja visszaváltani? Nekem is még mindig megvan, sose tudhatod, hogy mikor jön jól. Arra rátölthetsz egy bizonyos összeget, és azt csipoghatod, rögtön kiírja, hogy mennyi van rajta, de le is olvastathatod valahol, és még ebbe az a jó amúgy, hogy nagyon sok idő van? Mindjárt. Szóval, hogy nagyon sok felhasználási módja van, például az ilyen
7-Eleven, Family Mart és társaiba, tehát az ilyen nappali üzletekbe is lehet azzal fizetni. Szóval érdemes rá egy nagyobb összeget feltölteni, de ezzel is tudtok ugye kalkulálni, van rá egy applikáció, leolvashatjátok, és akkor már is tudjátok, hogy van benne mi. Illetve ugye, ami még költségek vannak, szintén letervezhetőek, ugye a belépő árak, a jegyek, ezek mind fönt vannak az interneten, minden egyes kis, akár szentélynek is van weboldala, és megnézhetitek az árát, úgyhogy nagyon-nagyon jól lehet kalkulálni ezzel az egésszel, könnyen előre lehet tervezni mindent, és a végére tudjátok is, hogy nagyjából, majdnem pontosan, hogy mennyi lesz nektek ez az utazásotok. Én azt vettem észre még így, mondanám gyorsan, hogy vannak fix költségek, tehát érdemes arra gondolni, hogy én például azt vettem észre, hogy az első utam 20 napos volt, a második 10, és kb. 100 000 forinttal voltam beljebb a második utamnál, mert ugye vannak a fix költségek, amit például a repülő, ami így is úgy is ugyanannyi, mindegy mennyi időre mentek lényegében. Szóval érdemes minél több időre relatív elmenni, mert szerintem jobban megéri, mert körülbelül hasonló összegből kijöhetsz. Persze, hogy ugye sok minden függvénye ismételte. Na, nagyjából ennyi. Valakinek esetleg valami kérdése, így, ami esetleg nem hangzott el, vagy még érdekelne titeket? Igen? Hogy tudsz-e olyat valamit tenni, ami nem tengeri? Persze, amúgy nagyon sok fajta ételük van, nagyon szeretik a zöldségeket, tésztákat, rengeteg tésztafélét esznek, rizsfélét, tehát meg normál húsokat is sütnek ki amúgy, szóval, hogy nagyon sok ilyen kis mocsiszerű, kis kifőzős, darált húsos valamiuk van, amik például nem halból vannak, tehát, hogy nincs ezzel gond. Még valaki? Esetleg valami kérdés? Jó. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy sikerül mindannyiótoknak egyszer kijutni a Japánba, és segítettem nektek egy kicsit ezzel az előadással, és hát sok sikert nektek, és köszönöm. Köszönjük szépen Sacinek az előadást, te szabd ide. Pedig már mondtam neki, hogy csomagoljon a bőröngyébe, és én is megyek vele, de hát még eddig nem jött össze, talán majd legközelebb.